Sziasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, viszont most egy picit másabb lesz a formátum, mint az eddig megszokott, most ez nem egy tutoriál lesz, nem egy útmutató videó lesz, és ehhez hasonlók, hanem szeretnék elkezdeni egy új sorozatot a csatornán, meglátjuk, hogy mennyire fogjátok majd szeretni. Alapvetően ennek az lenne a lényege, ahogy itt láthatjátok is a videóban, címét is, meg az indexképet is, hogy a GTA 5, illetve a GTA Online-nak a legviccesebb failjait, a legviccesebb momenteket megnézzük, hogy van magyarul. Igen, megvan, szóval, hogy a legviccesebb pillanatokat megnézzük a GTA Online-ból. Nem tudom, hogy lesz ez a sorozat, mondom, attól függ, hogy nektek mennyire fog tetszeni. Lehet, hogy hetente lesz, lehet, hogy havonta. Ilyen videók egyébként ezresével kerülnek fel csatornákra, úgyhogy van bőven miből válogatni. Ezt a videót egyébként GTA Media csatorna töltötte fel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki. Illetve minden egyes jelenetnél láthatjátok itt jobb felül, hogy éppen melyik játékos, legalábbis gondolom, hogy azt jelenti, remélem, hogy éppen melyik játékosnak a klipje látható az adott jelenetben. Úgyhogy ennyit erről, vágjunk bele, és nézzük meg, hogy mik voltak a GTA 5, illetve a GTA Online-nak a legviccesebb és legnevettetőbb failjai és győzelmei és momentumai és stb. A héten. A legelejét láttam már ennek a videónak, de csak egy-két jelenetet. Ez a Pacific Standard Job, a sima apartmanos heistok közül az utolsó. Hát igen, az NPC-k azok mindig a lehető legrosszabb helyen vannak. Se elképesztő gyökerek. A GTA... Hát erről beszélek, igen. Ez tipikusan az a helyzet, amikor úgy... És még egyszer belemegy. Szóval, állj. Ez tipikusan az a helyzet, amikor próbálnál valahogy túlélni, próbálnál valahogy megmenekülni a rendőrök elől, hiszen az a lényege a küldetésnek, hogy valahogy érj be a célba, úgyhogy nem halsz meg, és akkor jön egy NPC jobbról, egy balról, egy szemből, egy hátulról, meg egy rád esik az égből. Úgyhogy az NPC-k nagyon hülyék. Hát ez meg a másik GTA Online tipikus probléma. Hogy beragad az autó. De amúgy erre az egyre tényleg jó ez a űrlény fegyver, vagy nem tudom, hogy mi ennek a pontos neve. Hát mondjuk sokkal nincs előrébb a srác. Oké. Okay. Jaj, ezt is hányan szeretik csinálni, nem? Hogy így basztatnak másik játékosokat, meg NPC-ket, hogyha ilyen izé van a hókotró, vagy nem tudom, minek mondják ezt pontosan, van a kocsi elején. Jó, hogy ezzel el lehet szórakozni. Szegény. Na igen, havazás, végre. Mit szeretnél? Hoppá, ógolyó. Igen, fegyverbolt, ammunition. Picit visszapörgetem, várjátok srácok. Azt mondta az Emination-be az eladó, hogy fogadni mernék, hogy készen kell állnod, amint kimész ezen az ajtón, és használnod kell azt a fegyvert, és egyébként már hallhatóak a hangok, hogy ott valami nem oké. Na nézzük. Azt a rohadt. Rendes, megijedtem. Casino heist. What the fuck? Ez mi a szar? Do you guys not see the bullet hole in my back? Hozzá se ért és lőtt rá egyet. Ez rohadt jó. Az English Dave felhívta, hogy segítsen ugye a Kinda Musicnak. És nem nyílt ki a csávónak az ejtőernyője. És oda volt írva, hogy beszélj már gyorsabban, English Dave. Amúgy ez csak azért ilyen fontos, mert az English Dave nagyon ritkán hív fel. És ugye ki lehet oldani egy nagyon különleges kocsit. Szóval ez szívás. Ilyenkor. Na, ez már a Caio Perico Heist. El Rubio villájára betörés, igen.
Picit nehéz kivenni FPS módból, hogy mi történik. Jó, mégse nehéz. Ugye mindig mond egy ilyen jó tanácsot a pilóta, aki hoz, tök mindegy, hogy alkonosztal, vagy helikopterre, vagy bármi mással, és akkor most így beszólt, hogy kéz- és lábtörést, és erre leesik a gyerek. Gyűlölök. Gyűlölök helikopterrel, vagy repülővel, vagy bármivel, ami repül menni a játékba. Nem pont ezért egyébként, de nem tudom vezetni őket normálisan. Tűzi játékvető. Kilövi a gyereket. Fogadjunk, kilövi. Nem. Az a nevetés. Martin Madrazo fia és Pavel. Tudom ezt a jelenetet. Várjatok, megállítom egy picit. Ugye a jelenetben az van, hogy megkérdezi, hogy mire jók ezek a gombok, és akkor mondja Pavel, hogy hát igazából semmire, de felrobbant tőle az egész koszatka, és ez volt a lényeg ennek. Hogy mintha megnyomta volna. Loch Nessi szörny Cayo Pericóban. Most itt amúgy mi a lényeg? Csak hogy megnézzük közelről a Loch Nessi szörnyet? Mert akkor jó. Hát jó. Ez volt a lényeg, igen. Ez a paket es mío, valahol no te dejará agarrarlo, pues no tenés el submarino. Érthetetlen nyelv, és eltűnt akkor... Szegények, szegények. Egyből átváltott a csávó spanyolról. What the fuck? Eltűnt a koszatka pont, amikor visszahozták volna. Amit kellett a prep után. No, me pasó este bug. És bespannolt Los Santos. Bazd meg, bespannolt Los Santos közepére a koszatka. Szegények. Instant rage nálam. Aim sol, 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 acabo de aparecer arriba del mapa, me estoy cayendo, no tengo paracaídas. Gondoljatok bele, a koszatkára esne. What the fuck, ayuda, fúr, echame una mano. Na jó, ebből a spanyol hablagyból elég, meg a csávónak a, mert még ez menne egy percen keresztül. Köszönjük a hirdetést, Star Wars. Ennyit a Star Warsról. Ennyi, srácok. De nézzünk még egyet, jó? Nézzünk még egyet. Van egy jó, amit találtam, az meg ez. Megnézzük ebből is a legviccesebb jelenteket. Oké, hógolyó. Hógolyó, úgyhogy nincsen hó. Ez nekem gyanús. Itt valami nem oké. Köszönjük a hirdetést. Nem láttam, nem figyeltem, hogy mi történt. Elütöttek minket? Jó, mindegy. Michael, ezek itt selfieznek, igen. Azt a rohadt! Michael erőbe van. És leugrat a bicóval, és fogadjunk, hogy túléli. Fogadjunk. Ki gondolta volna? Munkások a tetőn, ez már ilyenkor rosszul kezdődik. Nyugodtan kávézgat. Szerintem, igen, ez az, amire gondolok. Ezt én is sokszor csinálom egyébként. Tehát megütsz egy NPC-t, és utána befutsz egy másik mögé, és az NPC, aki téged üldöz, az a másikat fogja megütni, és ezáltal kialakul egy verekedés, és a két hülye NPC, jelen esetben három, beleköt egymásba, ahelyett, hogy téged ütnének. Ezt én is sokszor csinálom, és nem tudom, mi ebbe az élvezet, de vicces. Lesz még valami? Fogadjunk, leüti. Mi? Ez mi a szar volt? Ki ütötte meg Michael-t? Valami turpisság lesz. Tudom, ezt annyira éreztem, hogy ez lesz. Ezt annyira éreztem. Amikor Franklin nem tudta elsőre kiszedni az NPC-t, ezt már éreztem. Michael, benzinkult. Hógolyó. Ezt bírom amúgy, hogy a sima betonról... Az kemény egy hógolyó volt. Mind a hármat belelő, kifogadjunk. Az mi?
nem hogy a vizen jár, a levegőbe. És akkor rugdalja az autót. Instant karma ismét. Azt hittem leveri a nőt. Wow! Franklinnek a, ugye ez az időbelassítási képességével, azt a... Na megint ez a mód. Hát ez egy nagyon jó megoldás. Az meg reklám. De legalább GTS reklám, ez az. Szóval, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogyha sokan vannak a megállóba. Mi a fasz? Tömegverekedés alakult ki. Ja, megjött a busz. Megjött a busz, vége a verekedésnek, menjünk, mert itt hagy. És eskü megjött a busz, azok beszarok. Eskü megjött a busz. Ezt nem hiszem el. És szállnak le verekedni, érted? Mi a szar? Na hát így kell tömegverekedést csinálni GTA-ban. Ez rohadt jó egyébként, a motorról való rúgás. Ennek meg csak segített, mert hát itt elakadt, hát látszódott. Teljesen jó szándékkal. És mindig megszívja a végén. Mindig megszívja a végén. Instant karma. 3. És itt van a srác, akit lerugott. Mi a szar? És még itt is elgyepálja. Már megint a munkások. Mindig a munkásokba kell belekötni. Egyébként ez tényleg megunhatatlan. Ez rohadt vicces. Jó, oké, rúgjál le mindenkit, köszönjük szépen. Nem bírja lerúgni. Lerántja, fogadjunk, és leesnek mindketten. Van egy ilyen előérzetem. Nem. Elivel, a Mészbank Aréna tetején, igen. Trevorral vagyunk. Fogadjunk, fel akarsz állni, és akkor fogja kiszedni. Biztos. Mondtam. De van ejtőernyő, úgyhogy nincsen gond. Vagy mégis? Á, mégis van. Trevornak ez az üvöltése. Na, még ezt megnézzük, jó? Utolsó utáni. Ez a ráadás. De bazd meg... Ez mire jó? Szempiszit belelökni a tóba. Ez tényleg olyan, hogy ne próbáljátok ki otthon. Na srácok, hát ennyi volt ez a mai videó. Nagyon remélem azért, hogy volt számotokra és olyan jelenet benne, amin tudtatok nevetni egy kicsit. Alapvetően ennyi célja van ezeknek a videóknak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, dobjatok rá egy lájkot. És hogyha... szeretnétek még hasonlókat, akkor iratkozzatok fel, írjátok le kommentbe, és akkor abból tudom, hogy legyen-e folytatás vagy sem. Legközelebb találkozunk. Én Dani voltam. Sziasztok!